Köszöntöm a kedves nézőket, Szmódics Dávid vagyok. Marad az általában borongós, téli időjárás, annyi különbséggel, hogy északon már a nap is előbújik majd. Műholdképen látható, hogy a Kárpát-medence felett sok ugyan a felhő, de átmenetileg felszakadozik. Tőlünk délre, illetve északkeletre is ciklonok örvénylenek. Valamint a Brit-szigetek környékén egyébként egy anticiklonokhoz nyugodtabb időjárást. A Kárpát-medencében délen, délkeleten lesz a mai napon tartósan borongós az idő, elszórtan havazás, hózápor is kialakulhat. Havas eső egyébként az Alpoktól keletre valószínű, máshol azonban közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, időszakosan így a nap is kisüt majd. Fagypont környékén alakulnak majd a maximum értékek, ennél melegebb nyugaton lehet az idő, valamint ennél hűvösebb keleten, délkeleten, Erdélyben, Székelyföldön. Megerősödik majd az északkeleti szél is, így helyenként akár hófúvások is nehezíthetik a közlekedést. Hófúvás még pénteken is jellemző lesz majd az északkeleti területeken. Kezdetben még változóan felhős lesz az ég, és továbbra is örülhetünk némi napsütésnek. Azonban a folytatásban pénteken északnyugat felől beborul az ég, és egyre több felé kialakulhat havazás. A havazás szombaton már egyre inkább havas eső, eső váltja fel, és eső lesz majd a csapadékforma vasárnapi és a hétfői napon is. A mínusz 17 fok itt az éjszakánál a fagyzugos területeket jellemzi majd. Ezt követően ilyen erős fagyokra már nem kell készülnünk, és a nappali időszakban is sokat emelkedik majd a csúcsérték. Hétfőn még a 9 fok is helyenként meg lehet, valamint általában szeles lesz az idő, hétfőn az északnyugati szél viharossá fokozódik, valamint vasárnap estétől hétfő reggelig több felé kialakulhat eső. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!